Dolgozik a betonkeverő, és dolgoznak mellette a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatói is. A diákok nem járdát építenek, hanem egy ehhez hasonló betonkenút. Ebbe a formába önték majd bele a különleges összetevőkből álló betont. A végeredmény pedig egy kenu lesz, amellyel vízre szállnak az idei betonkenu kupán is. A tervek szerint körülbelül 600 métert kell majd megtenni a vízi járművel a Duna-Ráckevei szakaszán. Pollák András építőmérnök hallgató azt mondja, hogy Archimédesz törvénye értelmében úszni fog a betonkenu, amit már hónapok óta készítenek. A kenunk építését, tervezését azt már január vége, február elején kezdtük egy ilyen modellezéssel. Azóta folyamatosan dolgozunk rajta, körülbelül heti szinten olyan 40 órát, ha nem többet. Ezt nem feltétlenül itt lenne laborba, hanem mondjuk számítógép előtt, vagy esetleg máshol, mondjuk a cégekkel kapcsolatépítés, kapcsolatteremtés céljából, vagy akármi más. Folyamatosan utazunk miatta, folyamatosan konzultálunk különböző betontechnológiai szakmérnökökkel. Június 21-én szállnak vízre a hallgatók a készülő vízi járművel Ráckevén, a második betonkenu kupán. A verseny célja a kapcsolatépítés. Lehetőséget nyújt ugyanis az építő és építészmérnök hallgatóknak, hogy a magyar betonnal foglalkozó cégekkel dolgozhassanak együtt. Tavaly a győri széchenyisek az 5. helyen végeztek, ezen az eredményen szeretnének idén mindenképpen javítani.